6 előadó és történész számolt be a Délvidéken 3/4 évszázada történt eseményekről és azok következményeiről. A szakmai tanácskozáson szó esett az OZNA, vagyis a Népvédelmi Osztály iratairól és akkori működéséről, dr. Dömötör Miksa városi főorvos életpályájáról és tragikus sorsáról, valamint a vagyonelkobzási és halottá nyilvántartási eljárásokról is, amelyet a Zentai Levéltár tart nyilván. 1945-től az akkori aktuális hatalom azoknak a személyeknek az esetében, akik háborús bűnössé vagy népellenségé lettek nyilvánítva, vagyonelkobzást rendelt el, amit a Zentai Járásbíróság hajtott végre, és hát ezeknek az iratoknak a kutatásával jutottam az adatokhoz. Tehát ezt az eljárást, a vagyonelkobzást a hatalom kezdeményezte. A hozzátartozók pedig kezdeményezhették az eltűnt személyek holtán nyilvánítását. Ezek jellemzően későbbi keltezésűek, hiszen sokan nem hitték el, hogy valójában megölték a hozzátartozóikat. Magyar Kanizs esetében 1947-től kezdődnek, és 50-es években voltak legtöbb holtánnyilvánítás, de később 60-as, 70-es években is voltak ilyen eljárások, és azt gondolom, hogy újabban, amikor miután megkezdődött a kárpótlási eljárás itt Szerbiában, hogy 2011 után is még egyes személyeket holtán nyilváníthattak, hiszen ez nélkül nem tudták igényelni a kárpótlást, mert azt a személyt még mai napig is eltűntként vezetik, és nem mint aki halott, hiszen viszont tudjuk, hogy 1944 őszén ezeket a személyeket megölték. A vagyonelkobzás esetében az akkori hatóságok a háborús bűnösség nyilvánító személyeknek 90%-ában megindították ezeket az eljárásokat, még akkor is, ha nem volt faktikusan elkobzandó vagyon, hiszen voltak, akik egyrészt szegények voltak, másrészt a vagyonelkobzási törvénynek volt egy olyan rendelete, hogy a család számára a minimális egzisztenciához szükséges vagyontárgyakat meg kellett hagyni. Tehát gondolok itt a lakóházra, azután a háztartás felszerelésére, illetve a mezőgazdasági tevékenységhez, vagy ipari tevékenységhez szükséges minimális szerszámokra, eszközökre. Ezeket meg kellett tartani. De ez egy rendelet volt, hogy mindenki esetében el kellett indítani. És akkor, ami példát be fog mutatni, abba is látni fogjuk, hogy végül is a hatóságok aztán elálltak a vagyonelkobzáshoz, mert nem voltak meg a föltételei. Emlékezünk ezekre az eseményekre, és azért emlékezünk, nem öncélúan, nem csak azért, hogy emlékezzünk, hanem azért, hogy figyelmeztessük a mai nemzedékeket is, hogy ilyen eseményeknek nem szabad megfordulni, és hát, hogy rámutassunk, mert sokaknak nem él a tudatában már, különösen a fiataloknak, hogy 75 évvel ezelőtt mik történtek, milyen szörnyű dolgok történtek a vidékünkön is. A konferenciát azzal a céllal hívta életre a Délvidék Kutató Központ, hogy az érdeklődők pontos betekintést nyerjenek az akkori magyar, szerb és zsidó közösségeket érintő megtorlások, folyamatok és okok részleteibe. Most már szerencsére azért többet lehet beszélni ezekről az eseményekről is, tehát most már azért picit megfordult az a régi kommunista történetírás, amely egyoldalúan próbáltat történelmet továbbítani, illetve hát voltak a jók és a rosszak. Én azt gondolom, hogy itt áldozatokról kell beszélni, főleg így most a 75 éves évfordulón, hiszen 75 éve történtek meg a 44-45-ös délvidéki megtorlások, amelyek nagyon-nagyon sok magyar, és nem csak magyar áldozatot követeltek. De azt gondolom, mivel mi történészek vagyunk, ezt a történelmet mindig egész éve kell vizsgálnunk. Tehát nem lehet kiragadni egy-egy szeletét a történelemnek, mert akkor sosem vezet jóra, hanem azt gondolom, hogy okokozati összefüggéseket is vizsgálni kell. Ezért terjesztettük ki a konferenciánkat, hogy nem csak a 44-es eseményekről hallhatnak majd előadásokat, hanem lesz szó a zsidók szomorú sorsáról, illetve az 1941-es magyar bevonulás kapcsán történtekről is. Azt gondolom, hogy ezt így egész évben kell górcső alá vennünk és tárgyalni. Még egy dologra szeretné a konferencia fölhívni a figyelmet, hogy amennyiben valóban eljutunk oda, hogy csak áldozatokról beszélünk, akkor az áldozatoknak a megítélésében is kell egy egyenlőségjelet vonnunk. Azért azt tudnunk kell, hogy az 1944-45-ben likvidált, törvénytelenül, mindenféle bírósági ítélet nélkül likvidált magyarok még jelenleg is jeltelen tömegsírokban nyugszanak. Tehát ez még egy nagyon nagy feladat, ami Szerbia előtt áll, hogy ezeket a
tömegsírokat rendezze és a maradványokat a temetőbe szállítsa. Én azt gondolom, hogy akkor lehet majd pontot tenni erre az ügyre. A DVD Kutatóközpont, mint egy tudományos társaság, általában a tudomány, ameddig egy esetet tudományosan kell vizsgálni, mi addig tudunk ebbe tevékenykedni, nyilván segítséget tudunk nyújtani bármibe is, mint ahogy nyújtottunk is segítséget a tanácsokat a rehabilitáció kapcsán, állítottunk emlékhelyeket Délvidéken likvidált plébánosoknak. Viszont azért a fő profilunk az mégiscsak a tudomány, tehát mi a tudomány erejével próbáljuk meg jobb belátásra bírni olykor a politikusainkat. Forró Lajos hozzátette, a konferencia további célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a rehabilitációs folyamat fontosságára, mivel az 1944-ben és 1945-ben ártatlanul kivégzett magyar áldozatok jelentős része azóta is jelöletlen tömegsírokban fekszik Délvidék szerte.